Kisebb balesetek az ünnep alatt, több riasztás a katasztrófavédelemhez. Befogadják a húsvéti nyuszikat, fejlesztések idén is lesznek, kevesebb a menhelyes kutya. Ezüstéremmel zárták a pécsiek az Ambrus Tamás emléktornát. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, április 3-án kedden, tartsanak velünk! A négynapos húsvéti ünnepi hétvége Pécsett és Baranya megyében kisebb balesetekkel járt. Kaptuk a hírt a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól. Például két személyautó ütközött Szigetváron a Kerecsényi utcában szombat reggel. A karambol következtében az egyik autó fejtetőre állt, melynek következtében teljesen lezárta az utat. A szigetvári tűzoltók a forgalmi akadályt megszüntették, a gépjárműveket áramtalanították. Az eset során személyi sérülés szerencsére nem történt. Több riasztás érkezett pécsi helyszíneken emberekkel történt kisebb baleset miatt is. További részletek Fábián Lillától, a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől. Szombat reggel Pécsett az Eozin utcába riasztották a város tűzoltóit, ahol egy idős asszony nem adott életjelet magáról. A kiérkező egység hidraulikus ajtónyitóval kinyitotta a hátsó bejárati ajtót és bejutott a lakásba, majd az idős asszonyt a mentők ellátásban részesítették. Vasárnap este a Pécs-Fülep Lajos utcában egy panellakásban élő idősasszony nem tudott ajtót nyitni. A pécsi hivatásos tűzoltók létveszel segítségével az erkélyen keresztül bejutottak a lakásba, és az idősasszonyt átadták a mentőknek. Hétfő reggel Pécsett egy Varsány utcai lakásban egy idős férfi rosszul lett, elesett és nem tudott ajtót nyitni. A pécsi tűzoltók az érintett ingatlan fölötti lakás konyhájának ablakából kötél segítségével leereszkedtek, és a konyha ablakon keresztül bejutottak a lakásba. A sérült férfit a mentőkórházba szállították. Megkezdte a 442 millió forint összköltségvetésű, a helyi identitás és kohézió erősítése Pécsvárosában projekt megvalósítását Pécsváros önkormányzata és a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület konzorciuma március 1-ével. A projekt célja Pécsvárosában a közösségek kezdeményező és cselekvő képességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás, a helyi lakosság identitásának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése. Pécsett a pályázati feltételeknek megfelelően 13 célterület városrészlet meghatározva, amelyekben közösségi információs pontokat alakítanak ki. A megvalósítás lényege, hogy a helyi közösségek tagjai közösen egymással és a közreműködő szervezetekkel partnerként együttműködve tárják fel az igényeket a különböző célterületeken. A 13 városrészre 2019. június végéig elkészülő helyi cselekvési tervek és rendezvénynaptárak tartalmazzák majd a helyi közösségek szükségleteit, igényeit, a jövőre vonatkozó elképzeléseket, a megvalósítandó programokat, eseményeket, közösségfejlesztő folyamatokat, a cselekvő közösségek aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt szakmai támogatása mellett. A Siklósi úti felüljáró felújítását megelőzően a Biocom Nonprofit Kft. Az Ipar utca és Kálvin utca burkolat javítását végzi 2018. április 3-a és április 6-a között. Az Ipar utcában április 3-án 8 órától április 5-én 16 óráig félpályás útlezárás lesz, a forgalmi rend megváltozik, a Batthyány utcától a Kálvin utca irányába lehet majd haladni. A 48-as tér felé közlekedők a Bajcsi-Zsilinszky utca Nagy Lajos Király útja útvonalon kerülhetnek. Az autósok türelmét és megértését kéri a Biocom Nonprofit Kft. A húsvétra vásárolt, illetve ajándékba kapott élő nyuszikat befogadja a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. Fejlesztések is lesznek idén a szervezetnél. Jó hír, hogy kevesebb a menhelyes kutya, és népszerűek a macskák. Néhány éve még lehetett húsvéti nyulakat kölcsönözni a Misina Természet és Állatvédő Egyesülettől, melyeket az ünnep után vissza lehetett vinni a szervezethez. Ez azonban mára már nem így van. Kölcsönzés nincs, azonban a nyuszikat, ha valaki nem tud mit kezdeni velük húsvét után, oda
ajándékozhatja az egyesületnek. Természetesen befogadjuk a nyulakat. Minden évben húsvét után egy-két héttel indul ez a kampány igazából, vagy nem is nevezném kampánynak, hanem igazából ilyenkor telik is sajnos azoknak a gyerekeknek, vagy felnőtteknek a tüvem, akik csak húsvétre szerettek volna nyuszit. Inkább ide kerüljenek, mint hogy rossz sorsuk legyen. Az élet húsvét után is zajlik a Misinánál. Idén is svájci partnereikkel közösen bővítik, felújítják a rákcsálóházat, és a tervek szerint a mosómedvéknek készül egy új hely. A német partnereikkel pedig a macska karantént próbálják korszerűsíteni, javítani az ellátásuk szintjét. Közel 500 állatról kell gondoskodniuk, melyekbe a kis rákcsálók, madarak, egyéb háziállatok is beletartoznak. A gazdasági helyzetük viszont szűkös. Azonban jó hír, hogy az utóbbi években kevesebb kutya szorul menhelyes ellátásra. Jelenleg 250 ebb várja szerető gazdiát. Nagyon sokat jelentett ez a mikrocsipös nyilvántartás. Ez alapján mai nap is sikerült már megtalálnunk olyan kutyát, akit éppen kint az utcán találtak, mikrocsip alapján 2 perc alatt sikerült megtudnunk a gazdát, és már viszi vissza megtaláló a gazdához. Ez nagyon sokat számít. Tehát én azt gondolom, hogy talán a mikrocsipös nyilvántartás, ha már regisztrálva van a kutya, az egy nagyon jelentős tényező a létszámcsökkenésbe. Kevesebb a behozott kutya is valamilyen szinten. Ennek azt gondolom, hogy az egyik jelentősége talán az internetes nyilvántartásba kevesendő. A talált vagy továbbadni kívánt kisállatokat sokan felteszik a legnépszerűbb közösségi oldalra, és ezért gyorsabban találnak új, megbízható gazdit számukra. A menhely vezetője azt javasolja, mielőtt megválnánk állatunktól, keressünk előbb új gazdát, és ne az utcára vagy a menhelyre vigyük először azokat. Kedden éjfélkor lezárul a Minority Safe Pack nemzeti kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése. Az összegyűlt aláírások száma megközelíti az 1,2 milliót. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója az egyik közösségi portálon közzétett hétfő esti közleményében arra buzdít, hogy még ha sikerült is átlépni az EU által megkövetelt 1 milliós küszöböt, az utolsó órákban se álljon le az aláírások gyűjtése. Az Európai Őshonos Nemzeti Kisebbségek Ernyő Szervezete megállapította, több mint 1 millió ember erősítette meg aláírásával, hogy igazságosabb és egyenlőbb Európát akar. Az őshonos közösségek számára. A szervezet arra buzdít, hogy aki még nem tette meg, a jogaink.eu honlapon írja alá a kezdeményezést, és biztassa erre családtagjait, barátait. A MinoritySafePack.eu honlapon közölt adatok szerint Magyarországon gyűlt össze a legtöbb aláírás, így 565.667-en támogatták a kezdeményezést. A támogatók rangsorában Románia következik 291.914, Szlovákia 57.421, Spanyolország 53.452, Bulgária 23.291 aláírással. A felsoroltak mellett Horvátországban, Dániában, Lettországban, Litvániában és Szlovéniában sikerült még meghaladni az EU által megszabott országos küszöböt. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy nem vagyunk egyedül. Ezzel az üzenettel tartott istentiszteletet a Pécsi Evangélikus Gyülekezet. Húsvét vasárnap is külön foglalkozást tartottak a gyerekek számára, ahol énekeltek és rajzoltak, hogy jobban megértsék húsvét misztériumát. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Misztériuma azonban sokkal nehezebben megfogható egy kisgyermek számára, mint Jézus születésének örömünnepe. Jóval nagyobb fejtörést okoz azoknak a szülőknek, akik keresztény szellemben próbálják nevelni csemetéiket. A Pécsi Evangélikus Egyházközségben húsvét vasárnap is külön foglalkozást tartottak a gyerekeknek, ahol énekeltek és rajzoltak, hogy jobban megértsék húsvét misztériumát. Hajduk Szmola Patrik lelkész másfél évvel ezelőtt került a Pécsi Evangélikus Egyházközséghez. Neki még nagyon friss az élmény, hogy most már nem gyerekként vesz részt az Isten tiszteleten. Egészen más. Most elől állok, akkor meg a padban ültem. Akkor úgy érkeztem meg egy húsvéti Isten tiszteletre, hogy nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a lelkész mit fog mondani. És most pedig nálunk a húsvéti Isten tiszteletre készülődés az egy egész hosszú időszak, ha az ige hirdetésekre gondolok, akkor ez egy hetes munkafolyamat, hogy minden egyes istentiszteletre meglegyen, meg tudjuk írni a prédikációt, és éppen ezért úgy érzem, hogy a mostani istentiszteletre is, ahogy készültünk, ahogy a kollégáimmal együtt készültünk, egészen máshogy kellett és tudtunk is fölkészülni, belülről látjuk a húsvétnak a lényegét.
Ócsai Zoltán lelkész az istentiszteleten arról beszélt, hogy a fény sem egyetlen szempillantás alatt váltja a sötétséget, úgy nagypéntektől húsvét vasárnapig is hosszú folyamat vezet. Az ünnep mindig félelemmel kezdődik, akik átélik az eseményeket, még nem tudják, mi lesz a vége. Ők nem lehetnek biztosak abban, hogy legközelebb örömünneppé válik az, amit ők személyesen átéltek. Ócsai Zoltán március 15-ét, október 6-át, október 23-át és egy kisgyermek születését hozta fel példának. Akkor ott nem lehetünk biztosak, nem lehettek biztosak abban, hogy minden jó lesz, hogy az a nap ünnep lesz. De az azóta eltelt március 15-én, október 6-án, október 23-án és a gyermekünk születésnapján már csak az örömöt éljük meg. Mint általában minden húsvétra, azzal a lelkülettel, hogy amit egy év alatt felhalmoztunk magunkban, hibákat, mulasztásokat, azt megpróbálunk újra kezdeni. Húsvét nyilván a feltámadás ünnepe, de ezen keresztül a saját megújulásunknak és az újrakezdésnek az ünnepe. Böjtben az ember végig gondolja, hogy mi az, amit rosszul tett, mi az, amit elmulasztott, mi az, amit rosszul mondott, és húsvétkor pedig megéli ennek a megújulását. Minden a kereszttel kezdődik, és csak aki átéli nagy csütörtök és nagypéntek fájdalmát, aki ott van a keresztnél és a sírbatételnél, az képes átélni a feltámadás csodáját. Ócsai Zoltán úgy fogalmazott, Jézus nagyszombaton bezárta a poklot, hogy ne jussunk kárhozatra, de megnyitotta az eget, hogy üdvösségre jussunk. Ez Isten igazi húsvéti meglepetése. Az istentisztelet úrvacsorával fejeződött be. Az 1970 óta ezernél több szervezet közreműködésével világszerte megrendezett földnapja eseményei bolygónk környezet és természetvédelmi problémáira hívják fel a figyelmet, és kínálnak megoldási javaslatokat azokra. Évek óta hagyomány már, hogy Pécset ilyenkor a tetjén színes forgatag vár mindenkit a földnapja alapeszméje szellemében. A rendezvényt idén április 21-én 10 és 15 óra között tartják. A házigazdák a hagyományoknak megfelelően a Dunadráv a Nemzeti Park Igazgatóság, valamint pécsi és Pécs környéki szolgáltatók, civil szervezetek lesznek. Természetismereti és környezetvédelmi foglalkozások, pecsétgyűjtőjáték ajándékokért, állatsimogató, ingyenes idegenvezetés a Pintérkert arborétumában, ASPIC alkotói piac, védjegyes termelők bemutatkozása, alkotópályázat díjátadó és kiállítás, valamint még sok-sok érdekes program minden korosztálynak. Tizedik alkalommal gyűltek össze Pécset Európa élcsapatának U12-es korosztályú játékosai a húsvéti vízilabda tornára, amit harmadszor az egykori pécsi és ferencvárosi edző, a fiatalon elhunyt Ambrus Tamás emlékére rendeznek. A pécsiek bejutottak a fináléba, és végül az előkelő második helyet szerezték meg. A korábbi 9 torna magas színvonala jól megalapozta az U12-esek részére kiírt torna hírnevét, így ismét rangos nemzetközi mezőn gyűlt össze Pécset. A pécsi együttes ezúttal is kiváló német, szerb, horvát, szlovén és persze hazai együttesekkel csapott össze. Az Ambrus Tamás emléktorna összességében hatalmas lehetőséget nyújtott arra, hogy a gyerekek hazai közönség előtt bizonyítsák rátermettségüket, képességeiket, hiszen a bajnokságban csak idegenben játszanak mérkőzéseket. De hétfőn kedden Komjádi Kupa U21-es Final Four volt itt Pécsen, és hát mi a játékosok fantasztikusan játszottak, és itthon tartották ezt a nagyon rangos utánpótlás kupát, úgyhogy az tényleg egy ilyen vízilabda fiesta volt, teltházzal, egy nagyon-nagyon nehéz elődöntővel, és hát egy ilyen mondhatnám fiesztára sikeredett döntővel, úgyhogy azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon nagy teljesítmény volt a srácok részéről. Hát ez pedig, ami itt van, ez meg azt gondolom, hogy egy pedagógus számára ez a megtestesült öröm, hiszen 18 csapat, 12 éves játékosok, tehát az azt jelenti, hogy 300 gyereket mozgatunk most meg ezen a tornán, és hát látszik, hogy nagyon élvezik, mindenféle emóció megjelenik itt, az örömtől, a bánaton keresztül, minden, de azt gondolom, hogy a végén majd minden csapat azért nagyon mosolygósan fog távozni. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Kisebb balesetek az ünnep alatt, több riasztás a katasztrófavédelemhez. Befogadják a húsvéti nyuszikat, fejlesztések idén is lesznek, kevesebb a menhelyes kutya. Ezüstéremmel zárták a pécsiek az Ambrus Tamás emléktornát.
Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársai nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!